Sándor Péter vagyok, és a Balaton Világörösségért Alapítvány képviseletében fogom megtartani ezt az előadást, amelyben a világörökség eszméje, illetve a fenntarthatóság közötti kapcsolatot szeretném bemutatni. Egy gyönyörű magyarországi helyszín, a Balaton felvidéki kultúrtáj világörökségi várományosi helyszín példáján keresztül. És egy kis segítséget szeretnék kérni, mert... Az első díja akkor felkerült. Azt természetesen tiszteletben fogom tartani, hogy szűk az idő, ezért próbálom egy picit felpörgetni az előadást. Ennek keretében az első díját rögtön át is ugrottam. A világörökségi logót ebben a körben azt hiszem nem kell bemutatni, viszont maga az embléma jelentése az talán nem mindenki számára ismert. A természeti és a kulturális értékek kölcsönösségét, egymásra utaltságát jelöli, jelképezi ez az ábra. A középső négyzet az emberi alkotás szimbóluma, az emberi géniusz szimbóluma, amelyet körbevesz a körben a természet. Ugye a természet, ez a kör alak, ez a fizikában, a matematikában is a tökéletesség szimbóluma. Így ez egy nagyon szép képi nyelven megfogalmazott szimbólum. A természet és az emberi kultúra közös kapcsolatát mutatja be az ábra, és ennek a kör alaknak van még egy plusz jelentése is. Ez a utal egyben a Föld bolygónkra, az egyetlen otthonunkra, amit óvnunk kell és vigyáznunk kell rá, hiszen nincs másik, illetve maga ez az óvás védelem funkciót is mutatja, és ilyen szempontból közös gyökerekből táplálkozik a fenntarthatóság fogalmával. A világörökség eszméje, sajnos nekem ez nem megy tovább. A néhány szóban elmondanám a világörökségi eszmének a történetét, tényleg csak vázlatosan. Ez maga az Egyiptomba vezet vissza minket, amikor az Aszuáni gát építése közben hatalmas víztározókat terveztek, amely és itt nagy területek kerültek víz alá, és pusztítással fenyegették a több ezer éves egyiptomi régészeti leleteket, köztük az Abuszimbeli sziklatemplomot is. Ekkor az UNESCO, az ENSZ kulturális szervezete egy hatalmas világméretű kampányt indított Abuszimbel megmentéséért, amire több mint 50 országból érkeztek önkéntesek, mérnökök, örökségvédelmi szakemberek, és egy páratlan vállalkozás keretében ezt az óriási építményt szétbontották, és egy magasabb, biztonságos helyen újra összerakták. Ez volt az a pont, amikor az egyes nemzetek ráébredtek arra, hogy vannak olyan kincseink, olyan közös kultúrkincseink az emberiségnek, olyan közös kultúrkincsei, amelyek nem az adott ország nem képes, vagy nem kíván megmenteni, és kizárólag közös összefogással lehet ezeket megóvni, és a hosszú távú fenntarthatóságát biztosítani. Ennek a világörökség egy egyezmény azért jött létre, hogy megóvja az emberiség közös kultúrkincsét a jövő generáció számára, ami szintén egy újabb kapcsolódási pont a fenntarthatósággal. A világörökség egy egyezményt, ennek a kicsit problémáim vannak itt a diaváltással. Tehát a világörökség egyezményt 1972-ben hirdették ki, és az azóta eltelt időszakban a Föld szinte összes országa szám szerint 193 ratifikálta az egyezményt. Magyarország 1985-ben csatlakozott hozzá, és azóta az eltelt időben 8 magyarországi helyszínnel gazdagodott ez a világörökségi lista. Az elmúlt jelen állás szerint 1092 helyszín szerepel a világörökségi listán, amelynek három kategóriában kerülnek
kerülhetnek fel ezek a helyszínek. A legnépesebb kategória, kulturális kategória, itt a helyszínek több mint 80, vagy közel 80%-a ebben a kategóriában nyert világőrségi címet, a másik népesebb a természeti kategória, és van egy különleges vegyes világőrségi kategória is, amely egy olyan helyszínt jelöl, ami egyben természeti, kiemelkedő természeti értékkel bír, de egyben ezen a helyszínen különleges szakrális vagy kulturális vetülete is van. Erre egy példa, jó példa Görögországban a meteorás szikra kolostorai. Az UNESCO nyilván tart egy úgynevezett veszélyeztetett világörösségi listát is, amely jelen pillanatban 54 olyan helyszínt tartalmaz, amely vagy emberi nem törődömség, vagy akár természeti katasztrófák kapcsán is olyan helyzetbe került, hogy a kiemelkedő egyetemes értéke veszélybe kerül. Erről a listáról két irányba lehet lekerülni. Az egyik, hogyha az UNESCO szakértői által javasolt intézkedési tervet az adott ország betartja és garantálja az értékek hosszú távú fenntartatóságát, ez esetben visszakerülhet a világörökség listára. Ha erre nem kerül sor, akkor a helyszín törlésre kerül. Az elmúlt időszakban két helyszín, egy német és egy ománi helyszín került levételre a listáról. Hogyha megnézzük, hogy hogyan lehet erre a listára felkerülni, az első lépés, hogy minden egy részes államnak nyilván kell tartani egy saját úgynevezett várományosi vagy tentatív listát, amelyen azokat a saját maga szempontjai szerint legnagyszerűbb helyszíneket tartja nyilván, ami a saját megítélése szerint jelen formájában is már alkalmas világörökségi címet szerezni, és erről a listáról tud az adott állam minden évben egy helyszínt jelölni. A magyarországi várományosi listán 10 helyszín szerepel, közöttük a Balatonfelvidéki kultúrtáj is, amely 3 lépésben került fel erre a listára, és a legutóbbi, a lista 2015 évi felülvizsgálata során pontosodott, véglegesítődött a maga a munkacíme, illetve a terület lehatárolása is változott. Ahogy említettem, minden évben egy helyszínt jelölhet az adott részes állam, de hogyha visszagondolunk, hogy Magyarországon mikor történt utoljára sikeres jelölés, az sajnos már 16 évvel ezelőtt volt. 2002-ben a Tokaji Történelmi Borvidék nyerte el ezt a világörökségi címet. Ebben a felterjesztésben egyébként az éppen előttem szóló Fejérdi Tamás úrnak elévülhetetlen érdemei voltak. Mi célunk az alapítvány deklarált célja, hogy a várományosi listáról a következő helyszín, amelyiket a magyar állam felterjeszt, az a Balatonfelvidéki kultúrtáj legyen. Nézzük meg, hogy érdemes-e felkerülni erre a listára, milyen hatásai lehetnek egy ilyen cím elnyerésének. Mindenképpen az előnyökkel kezdem, de nem fogom elhallgatni az esetleges kockázatokat, kötöttségeket sem. Az előnyök közül kiemelkedik az, hogy ez egy nemzetközi garanciát jelent, ez a cím, és egy nemzetközi kötelezettségvállalást tesz minden aláíró ország, hogy az adott helyszín kiemelkedő egyetemes értékeit hosszú távon fenntartja és fejleszti. Fontos még, hogy ez egy nagyon magas presztízsű cím, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott területen az esetleg például a turizmus esetében a minőségi turizmus fejlesztése kerüljön előtérbe a mennyiségi helyett. Egy címet nyert térség fölkerül a világ turisztikai térképére. A világturizmus dinamikusan fejlődik, évről évre hihetetlen növekedést produkál, és ennek a növekedésen belül is kiemelkedő jó teljesít az úgynevezett világörökség turizmus. Ez egy olyan válfaj a turizmusnak, amelynek során az adott látogatók egy országot úgy látogatnak meg, hogy kizárólag a világörökség helyszíneket látogatják végig, és különlegessége ennek a szegmensnek, hogy ez ebben az ilyen turisták általában igényes, magas költési hajlandóságú turisták, akik viszonylag kevés időt töltenek az adott helyszínen, és ez egy elég kívánatos kombináció a turisztikai szakemberek szerint. Fontos az is, hogy az elmúlt időszakban nagyon komoly fejlesztési források nyíltak meg, Európai Uniós vagy magyar költségvetési forrásokból.
több milliárd forintos nagyságrendben érkeztek fejlesztési pénzek ezekhez a területekhez, és nem csak a világörökségi területekre, hanem már a várományos helyszínekre is. A jelen pillanatban egy 3 milliárd forintos fejlesztés zajlik a Balatonfelvidéken is, és 10 helyszínen zajlanak projektek, ami a világörökségi címhez kapcsolódó turisztikai fejlesztéseket szolgálják. Nem utolsó sorban az is nagyon fontos, hogy egy világörökségi cím erősíti a térségi kohéziót, valamint a helyi identitás tudatot. A helyben élők büszkék lehetnek arra, hogy egy ilyen kiemelkedő helyszínen élnek, és ez hozzásegítheti azt is, hogy az elvándorlási ráta csökkenjen az adott hely területen. Ez egy nagyon fontos tétel. Vannak a címmel járó kötelezettségek is, illetve nem pozitív tendenciák. Az elmúlt több mint 30 évben, amióta magyarországi világörökségi helyszínek címet nyertek, egy komoly tudás és tapasztalat halmozódott föl. Ez alapján néhány példát említenék. Elsősorban a megnövekedett turizmus káros hatásait nevesíteném, például az ezzel járó elbazárosodás. Erre egy nagyon jó példa a Hollókő, amikor a cím elnyerését követően erre viszonylag kis méretű falura hatalmas mennyiségű vagy mértéki turista áradat érkezett, és a helyi infrastruktúra egyszerűen nem volt képes elviselni ezt a tömeget, illetve a helyi embereknek az életében tulajdonképpen nagyon megterhelte, és egy olyan feszültség keletkezett, amelyet orvosolni kellett, hiszen amíg a turizmus árnyoldalait, tehát az ezzel járó terhelést a helyiek viselték, addig a bevételek pedig nem helyben keletkeztek, nem helyi vállalkozóknál csapódtak le. Problémát okozhat még a túlszabályozás, erre azt hiszem, hogy Tokaj a jó példa, amikor a cím elnyerését követően jelentős számú fejlesztés állt le, vagy lassult le, vagy hívusult meg, sok esetben túlszabályozás miatt, vagy túl féltés miatt. És nagyon fontos tapasztalat az, hogy egy világörökségi helyszín csak úgy lehet sikeres, ha az ott élő, helyben élő emberek is sikeresek lehetnek. Ezt a feszültséget az elmúlt időszakban sikerült oldani Tokaj esetében. A világörökségi címmel kapcsolatban szokott gyakran felmerülni egy olyan vád is, hogy további kötöttségeket okoz. Ezt tételesen tudom cáfolni. A világörökségi törvényben is úgy szerepel, hogy kimondja a világörökségi törvény is, hogy a cím többletoltalmat nem keletkeztet. Nagyon fontos tudni azt, hogy egy felterjesztésnek feltétele az, hogy az adott helyszín vagy természetvédelmi, vagy kulturális védelem alatt álljon már a felterjesztés előtti időszakban is. Átérnék a Balatonfelvidéki kultúrtáj helyszínre. Itt jó pár képet használtam, mert meggyőződésem, hogy ezek a képek többet mondanak annál, mintha én akár holnap reggelig beszélnék ennek a tájnak a csodálatos mi voltáról. Maga a helyszín a Balaton északi partján helyezkedik el, lilával jeleztem azokat a tájegységeket, amelyekből ez a hálózatos helyszín felépül. 5 részegységből áll, 5 tájegységet különböztetünk meg ezek mellett, ez a helyszínen belül. 33 önkormányzat területét érinti, és nagy része a Balatonfelvidéki Nemzeti Park védelme alatt áll. Elsőnek a Tihanyi félszigetet említeném, amely Európa diplomával rendelkező helyszín, és ez a, mondjuk így, az Európai Unió világörökségi címének is felfogható. Személyes kedvencem a Tapolcai medence tanúhegyei térsége, a Magyar Provence-nak is nevezett Káli medence, és a Hévízitó természetvédelmi terület, amely Európa legnagyobb termálvizes tava, reprezentálják a kultúrtájnak a természeti részét, és a kulturális fedvényt pedig Balatonfüred patinás fürdő kultúrája, és a reformpari városrésze jeleníti meg, illetve a Keszthelyi Festetics kastély és kastélypark. Maga a helyszín a kiemelkedő egyetemes értékek igazolásáról most eltekintenék időhiányában. Talán annyit érdemes megjegyezni, hogy ez egy olyan kultúrtáj, ahol az ember és a természet harmóniában
alakította ezt a tájat az elmúlt időszakig, mondjuk az elmúlt 100 évig bezárólag bizonyosan, az azóta eltelt időszakban azért vannak problémák. Erről is szeretnék mondani néhány szót. Tehát mik azok a mi szempontunkban legfontosabb, hogy mik azok a tényezők, amelyek veszélyeztethetik ennek a gyönyörű kultúrtájnak a hosszú távú fenntarthatóságát. Első helyen én a fejlődés, a túlzott fejlődés káros következményeit említeném. Azt bizonyára sokan tudják, hogy a Balaton az elmúlt időszakban, az elmúlt 5 évben mondjuk így rendkívül népszerű lett, és nem csak a turisták számára, hanem nagyon sokan döntöttek úgy, hogy ez egy nagyon jól élhető, nagyon magas életminőséget adó térség az országnak, és ezért Budapestről is, illetve más területekről is sokan költöznek ideiglenesen Balaton térségébe, nyaralót vásárolnak, vagy akár ide költöznek végleg. Ez az elmúlt időszakban ez a beépítési hullám, ez érezhetően komoly méreteket öltött. Én Balatonfüreden élek, az elmúlt 5 évben szerintem káros folyamatok indultak el, nagyon sok olyan építkezés zajlik, társasházak, lakóparkok, amelyek nem veszik figyelembe a magának a kultúrtájnak a karakterét, illetve mondhatjuk úgy, hogy olyan mennyiségben érkeznek ide az itt lakó emberek, vagy éppen nyaralót létesítenek, hogy ez akár a táj karakterét veszélyezteti, konkrétan a borvidék és szőlőterületek felaprózódásával, vagy lecserélődésére, nyaralóépületekre gondolok elsősorban ebben a kérdésben. A környezeti károsító tényezők is szerepet játszanak, szerencsére itt maga szennyezőforrásokról, komoly szennyezőforrásokról nem kell beszámolni, viszont a klímaváltozásnak van 2 aspektusa, amit érdemes megemlíteni. Egyrészt, hogy jó eséllyel a jelen pillanatban fehér szőlővel beültetett ültetvények a Balaton felvidéken a következő 100 évben jó eséllyel átalakulhatnak, és ez egy vörösboros vidékké válik, hiszen a vörösboros szőlő sokkal jobban ellenáll azoknak az időjárási anomáliáknak, amik az elmúlt időszakban jelentkeznek. A klímaváltozás kapcsán ennél komolyabb problémák is lehetnek. Éppen a múlt hónapban Csopakon elültették az első olajfát az egyik nagy borászati telephelyen, amit én nagyon bízom benne, hogy mi unokáink nem olajfaligetekben fognak sétálni, hanem meg tudják tenni ugyanazokat a sétákat a szőlősorok között, minden esetre kockázatként jelentkezik. A turizmust említeném 3. helyen, bár lehet, hogy ez lehet az első. Azért tettem viszonylag hátra, mert a balatoni turizmusnak egy kétarcúságot mutat. Egyrészt az előzőekben említett okok miatt, hogy egy nagyon népszerűvé vált a Balaton, tényleg évről évre egyre több turista érkezik, és a nyári szezon időszakában szinte elviselhetetlen a partmenti sávnak a terhelése. Másrésztről viszont örvendetes, pozitív folyamatok is elindultak. Ide értem a gasztronómia vagy a borkultúrában érezhető változásokat, valamint az, hogy a partmenti sávtól távolabb is különböző attrakciókat alakítottak ki, és így a turisztikai terhelés egy kicsit széthúzódik a vízparti sávról. Ezek jó irányok, de sajnos nem elég. Tehát erre egy garancia hiányzik arra, hogy ez fenntartható módon megőrizhessük ezt a kultúrt, tehát a mai formájában. A néhány javaslatot felírtam, hogy mik ezek a fenntarthatósági célkitűzések. Ezt tulajdonképpen nagyon sokáig lehetne sorolni. Talán annyit említenék meg összefoglalva, hogy meg kell találnunk ezt a kompromisszumot kell teremteni a táj, illetve a Balaton természeti környezetének eltartó képessége, és az emberi igények, vagy akár a gazdasági fejlődés szempontrendszere között. Sokáig lehetne sorolni ennek az apró pénzre váltását, de tudom, hogy az időm a végére jár, ezért a végére egy javaslatot szeretnénk tenni, hogy hogyan képzelhető el ennek a gyönyörű tájnak a fenntartható megőrzése és fenntartható fejlesztése. Mi azt gondoljuk, hogy ennek a
a módja a világőrségi cím megszerzése lehet, hiszen ahogy említettem, a világőrségi cím az egy páratlan jogi eszköz és nemzetközi garancia a kiemelkedő egyetemes értékek megóvása és hosszú távú fejlesztésére. Azonban van egy problémánk, hogy én személy szerint 16 éve foglalkozom azzal, hogy ez a terület felkerüljön a világőrségi listára, és hát lehet, hogy lesz még egyszer ennyi, mire eljutunk arra a pontra. És az addig hátralévő időben is szükséges az, hogy ezek a jogi garanciák és védelmi intézkedések rendelkezésre álljanak. Ezért az alapítványunk javaslatot tesz arra, hogy a világőrségi címet megelőző időszakban is saját közösségi, tehát egyéni hozzájárulásból, nem állami forrásból, hanem helyi közösségi finanszírozással megalkossuk, létrehozzuk a Balatonfelvidéki Kultúrtáj világőrségi kezelési tervét. A térségben élők, civil szervezetek, gazdasági szereplők, természetvédelmi szervezetek, vagy a Pannon Egyetem együttműködésével, nemzeti parkot sem szeretném kihagyni, és hogy egy olyan közös, az itt élők számára is elfogadható jogi keretrendszert szeretnénk létrehozni, amely hosszú távon garantálhatja a cím megszerzését és garantálhatja az értékek fennmaradását és megőrizhetőségét. Ebben az előbbieket elmondva, összegezve, azt gondoljuk, hogy a világőrségi cím megszerzése az egy hasznos dolog, érdemes megszerezni, abszolút az előnyök többségében vannak a kötelezettségekkel szemben. Maga a cím megszerzése egy tudatos tervezéssel vagy turisztikai termékfejlesztéssel hozzájárul a térség fenntartható fejlesztéséhez, akár az egész régió gazdasági fellendüléséhez és a Balaton új arculatának a megteremtéséhez, de az addig hátralévő időben is a fenntarthatóság garanciáját azt a világőrségi kezelési terv megalkotásával és hatályba léptetésével látjuk, és ebben kérem, hogy minden jelenlévő a saját eszközeivel támogasson minket. Köszönöm a figyelmet, és hogyha bárkinek kérdés van, szívesen állunk rendelkezésre, jó magam is, illetve Kálóczi Kálmán, az alapítványunk elnöke is itt van a teremben, úgyhogy várjuk a kérdéseket. Köszönöm szépen!